Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Itt van velem ismét Gabi. Hello, sziasztok. Úgyhogy geogesszerözni fogunk. Mégpedig Magyarországon. És beállítunk 5 percet. És akkor sietünk egy kicsit. Rendben. Jó, szerintem mehet. Nyilván más nem challenge-elünk. Ha szeretnétek, akkor nyilván láttátok, hogy mi az. De jó. Na, ez jó lesz. Elindulunk erre. Nagyon jó kis út. Én ebből Alföldre következtetek. Semmilyen. Semmit nem látunk, hogy... És ott... ez biztos, hogy nem főút. Igen, ez biztos, hogy nem főút, nem országút. Bár mondjuk országút még lehet. Ugye azok a... Hát számmal jelölt. Igen. Így van, itt megérkeztünk már is a településünkre, amit úgy hívnak, hogy... Isten hozta. Nem úgy hívják. Ott van. Tisza-nána. Jó, hát Tiszának a vonalában valahol, és Alföldet sejtünk. Tisza-nána. Úgy rémlik, hogy erre fele van. Szerintem Szolnoktól még északra van, de... Az biztos, hogy nem Budapest és Szolnok között a 4-es főúton, mert arra elég sokat jártam. Jó. Pontosabban a vonzás körzetében lehet, de én nem emlékszem sem táblára, abba az irányban sem felekülésre. Kicsit kinagyítom. Tisza rof. Rof. Ha is ennek a Tisza nem annyira hosszú, hogy nem is sem megtalálni. Te se látod még, ugye? Nem. Megérkeztünk a határhoz, úgyhogy... Nem tudom, milyen nagy település, de hogyha egy fő utcás, akkor lehet, hogy gyorsan kijutunk a másik végére, és akkor... Találom még olyan táblát, ami segíthet. Gólya! Nem baj. Gömlő kisköre. És ott van még egy tábor, hogy kicsit előrébb néz. Az csak a... Ja, hogy az? Igen. Az sem érne. Arra gondoltam, hogy az egyen... Nem, az csak megmondja, hogy hol van a posta, meg ilyeneket. Főút, centrum, benzinkút, katolikus temető. Szóval akkor kisköre, kömlő. Kiskörét nem tudom merre van, nagy körül tudom, hogy merre van. Ez annyi beszélünk is. Tiszabő, nagy körül. Van még 2 percünk. Itt már nem nagyon vannak vissza. Hát igen. A kezdődő települések, úgyhogy biztos, hogy... Na akkor merre leszünk? Hát valamerre erre valószínűleg. Nagyon jó lenne egy útjelzést találni valahol. Egyelőre ide beírom. Tisza-nána. Jaj, de jó. Megvagyunk, és merre fele haladtunk? Azt mondja, hogy dél... Tehát akkor innen érkeztünk, ugye? Tehát ez az út, ez megy... Nem, így, innen jöttünk. Szerintem másik irányba mentünk. Gömlő volt jobbra, és kisköre volt balra. Tehát ez így jó. Jó, rendben. Ez így biztos. Szerintem kérdés az, hogy merre. Még inkább Sarút felé. Szerintem nagyjából itt. Ezt most nem tudom megítélni. Azért elég sokat mentünk Tisza-nánáig.
Szóval nagyon nehéz itt az Alföldön bármit kivenni ilyenkor. Közben beadta nekünk a bot, hogy mit játszunk le éppen zenét. Illetve... Jó, legyen. Óóó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 
kevesebbek a távolságok, mint hogyha egy világtérképet nézel. Igen. Egész másképp kell bennünk. Ezért majdnem max pontunk lett. Ó! Hűha, erdő. Erdő. Van egy fekete négyzetünk. Nem, ezzel biztosan nem vagyunk kisegítve. Na. És nem is tudunk mozogni? Nem. Hát elrontottuk most már a jó pontunkat. Ez olyan dombosnak néz ki, nekem nem. Igen. Ez nem úgy néz ki, mintha valahol az északi középhegységben lennénk. Bár tévedhetünk is nagyot. Mit mondasz? Merre keressük? Erre felé? Például. Ajkánál? Mondjuk. Tegyük be. Nincs jó tettem, úgyhogy... Jó. Hát... Bármilyen ugyanolyan jó lenne. Ajka jó lesz? Jó. Mondjuk inkább gondolnám erre felé. Lehetünk arra is. Edde. Itt Edde mellett. Igen. Ó, Miskolc. Jó hát van. Ez pedig mégiscsak a... Hát ezt nem szerettük. Hát ez... Nem igen. Volna. Avalon Park. Jó kis reklám volt nekik. Na, városban vagyunk. Ez... Igen. Első kerület, Pásztor lépcső. Ez itt villanyos. Melyik villamos lehet ez vajon? Nyilvánvalóan alap dolgot nem veszek észre. Ó, oh, oké, arra van a vár, tehát nyilván valamerre erre vagyunk. Hát bent vagyunk. Mert most ez így majdnem éjszak. Szerintem egyébként ez a Krisztina körút. Nekem nagyon úgy tűnik. Igazad van. Igazad van? Legalábbis, ahol leraktad, ott van a na várjál. Van rengeteg időnk, az biztos. Szerintem jártam is én már erre egyébként. Hogy járt? Miért nem tudjátok kitáblázni? De most komolyan, tehát így... Jó? Szarvas tér. Hol van itt az első kerületben a Szarvas tér? Ahol? Van még erre 3 percünk. Azt mondd meg, hogy milyen utca vagy te. Attila út. Na, az Attila út az a Délinél csúcsosodik ki. Nem, az az alkotás. Attila út merre van? Jó, teljesen. Ember azt gondolja, hogy ó, hát itt van az Attila út, de igen. Jó, és az Attila út. Akkor a Krisztina körúton mentünk valószínűleg mégiscsak. Igen, a Krisztina körút volt, ahol voltunk. Akkor meg kéne azt a keresztutcát találni. Szerintem valahol itt jöttünk most, tehát itt van a villamos sín, az biztos. Igen. Ehhez képest a vár hol van? Arra. Egy kicsit. Arra van a vár, mert ugye láttuk. Akkor nagyjából... Hát itt nagyjából erre, tehát akkor valahol stimmel ez a dolog. Csak azért jó lenne max pontot összeszedni, ha már Székes fővárosunkba érkeztünk. Mi lenne, ha visszamennénk a kezdőpontra és elindulnánk a másik irányba? Krisztina körút, Orvos utca. Kereszt utca, ez már hegy alja, az már biztos, hogy nagyon messze van. Ez már város majd.
változni. Igen, ez már városmajor út, igazad van. Menjünk vissza a kezdőponton, amúgy én azt javaslom, hogy induljunk el a másik irányba, még van egy kis időnk. Erre? Mentünk, szerintem. Hát az előbb pont a másik irányba indultam el direkt. Ez így van, megpróbálok oda menni, nem nagyon tudjuk. Jó, nagyon is. Ez már gyakorlatilag a vár. Az Orvos utcát kellene igazából megtalálni. Ez a Krisztina tér, ami nem azt láttuk. Nem, pont ez az, hogy ez közel volt az Orvos utca, az egy sarokra volt a kiindulástól, csak a másik irányban, merre indultunk. Az is közel volt. Csak nem pont a Krisztina körútra az a baj. Jó, hát úgyis lejár az időnk. Hát letettem ide egyelőre. Az a baj, ennyiből semmi jellegzetes épületet nem láttam, amiből be tudtam volna lőni. Ó, várjál. Igen, errébb voltunk. Nem, errébb jelöltük, itt voltunk. És... mégiscsak a Krisztina körút volt, jó? Hát persze, hogy az volt. Hát azt láttuk. Viszont ezt az Orvos utcát én itt nem látom sehol. Orvos lépcső. Csak ennyire be kell zoomolni hozzá. Hát jó, ez egész szépen sikerült azért. De méter az nem sok különbség. Hát igen, csak... na, valami patak, folyó. És rögtön egy várossal kezdünk. Találnunk a kiírást, hogy ez milyen folyó. Szerintem inkább a várost találjuk meg. Kölesd. Hű. Előrébb nem vagyunk vele. Induljunk el várostól elfele. Növényzet alapján ősznek tűnik, és kétszer is van folyó. Meg volt valami magánút. Az a baj, hogy ezek az utak, ezek csak olyanok, amik falutól faluig mennek. Igen. Elég hosszú az út itt a település között. Igen. Magyar viszonylatokban legalábbis. És valahol az Alföld. Igen, csak kérdés, hogy... vagy Kölesdet kellene megtalálnunk, hopp, vagy... hopp. Nem is volt tábla itt. Dehogy van. Itt van. Középhídvég iroda. Középhídvég. Kölesd és középhídvég. Középhídvég. Valószínűleg középhídvég lesz a következő falu, amit találunk. Már ha akarjuk keresni. Csak ötletem sincs, hogy merre keressük. Hát igen, ez a probléma. Urony, Békés Csaba. Szerintem itt a Tisza már elég szélesnek kéne lennie. Ha az a Tisza volt, én nem hiszem. Szerintem menjünk még tovább, hát ha találunk valami útjelzést, vagy bármit. Jó, mindjárt, csak... nem határozunk meg. Igen. Nagyon jó. Nagyon jó. Forgalom. Székesfehérvár Paks. Székesfehérvár Paks.
Ott van hármas út, hat Szexárd felé is. Hatos út. Most kelet-nyugati irányba megyünk. Tehát a 63-as. 62-es már megvan. 61-es. 63-as az észak-déli irányú lesz. Körülbelül. Ez meg már a 7-es. Itt a 63-as. Nagyon jó. És... mi merőlegesek vagyunk a 63-asra itt azért most. Azért mondom, hogy kelet-nyugati irányban megyünk. Na nézzük. És... és Paks felé. Kelet-nyugati irányban Paks jó, felé. Jó, akkor Paks felé megyünk. Hol van Paks? Itt van Paks. Kölesd. Jó. Remek. Aha. Gyakorlatilag ide értünk. Itt vagyunk a folyótól még innen, gyakorlatilag igen, itt. És ott van, látjuk azt az utat, az út után vagyunk. Szóval szerintem egy ilyen 40 méterre leszünk max. Nagyon jó. 7 méterre voltunk. Gyönyörű. Na, ezt szeretjük. Szép. És jönjünk a következőre, ami az utolsó kör. Ez már az utolsó, ez még nem csak a negyedik. Nem, ötödik. Jó, megyünk északnak. Nyíl egyenesen északnak. Valami kis kunyhót találtunk, meg farakásokat. Uh-huh. Jó kis chiptune muzsikát hallhattok. Bizony. És itt kezd valami falu kibontakozni. Sem valami nagyon magas jelzésű út talán. Nem, de legalább ki lehetne írva, hogy Petriszt Ruzsa Kft. Iroda. Hát ettől okosabbak nem lettünk. Bizony. Na. Itt egy település tábla. Igen. Pócs Petri. Európai falu. Pócs Petriről van-e fogalmat, hogy merre van? Őszintén jó tudom. Európai falu. Ez így van. Dubstep chiptune. Jól láttam, hogy itt van valami... Nem, az csak kerítés volt. Örülnék, ez egy olyan falu lenne, ahol elágazik az út, és megmondaná, hogy aki, akkor az merre van. Igen. Ez egy folyónak néz ki. Vagy határnak. Hogyha határ, akkor erre vagyunk. Igen. Sajnos többet nem tudunk ebből meglátni. Még van 3 percünk. Igen. Számítógépes oktatóközpont. Hát tudom, hogy hol fogok megtanulni számítógépezni. Pécsi út. Jól láttam. Okay. Akkor jól tetted, hogy valahol dél felé kerested. Pécsi vagy Pócsi? Hát... Hogy hívták a... Már elfelejtettem. Pócsfalag, akkor az Pócsi út lesz valószínűleg. Igen, akkor viszont nem vagyunk nagyon kisegítve. Mária Pócs. Mária Pócs. Ó. Már azért ismerősebb neve van, de... Klasszikus 4 akkordos dalt hallhattok. Ez mi volt? Az, hogy 200 méter. Szóval pócspallagot keressük, meg egyéb pócsos dolgokat. Pócsa. Nem akarok már haladni itt, mert nem találunk semmit, ez a baj.
egyéb pócsos községek, most egyelőre csak itt a határ mentén nézzük, bár szerintem rossz irányba. Pócs, pallag. Igazából akár erre fele is lehet. Ecöl. Van 15 másodpercünk. Nem. Mondjuk azt lehetett volna a másik irányba. Mária Pócs, Pócs Petri. Pócsi utca egyébként, igen. Kis létáig is mehettünk volna, de nem jutottunk volna közelebb, sajnos. Hát ez nem tetszett nekünk. Úgyhogy szerintem az lesz, hát igen, ez a kettő az eléggé elrontotta, hogy most megyünk egy világot. Igen, tudom. Majd, ha halljuk, akkor a még egyet tippelünk, és utána megállunk. Mert közben készítjük ám az ebédet. Úgyhogy egy challenge-et 5 perccel. Mert? Mármint 5 perc mepenként, vagy egy mepenként 5 perc. Megnézhetitek, ez az a challenge, amire még hívunk titeket, állítsátok meg a videót, most próbáljátok ki magatokat, és hajrá! Szóval... Hát ez már nem Magyarországon biztos. Ez, hát figyelj, azért selabok. Selabok, az... Nekem eléggé. Ez nekem egyelőre. Ott volt egy kiírás, mindegy, majd legfeljebb visszajövünk ide az elejére. Az országot eltaláljuk, én már boldog leszek. Nagyon furák ezek a dolgok itt. Motorosok vannak, úgyhogy az Ázsia az... Az egy elég jó tipp, igen. Narancssárga rendszámtábla. Valami az autóra. Express Service. JVH. Cigaretta. Store. Angolul vannak kiírva azért a dolgok. Nagyon úgy tűnik, hogy jobb oldalt közlekedünk. Nem. Tényleg? Hol? Ilyen... Hát, még egy kicsit menj vissza. Erre? Jobban, igen. Tehát az az épület, vagy legalábbis messziről úgy nézett ki. Ez a... Ez a karton. Itt karton. De lehet, hogy nem Pepsi-Cola, de viszont egy Coca-Cola reklámjuk van. Ja, Pepsi-Cola. Úgy értettem, hogy Mexikó. Nem, nem. Pepsi-Cola. Na, ez milyen nyelven van ez? Az a baj, Indiában bal oldalon vezetnek. Úgyhogy én nem hinném, hogy India lenne. Az a baj, hogyha keletebbi ország lenne, akkor szerintem... Malajzia még esetleg. Igen. Lehet. Én elég erőteljesen Malajziára gondolok. Hopp. Ah.
Őszintén szóval tényleg nagyon örülni fog, ha eltaláljuk az országot. Ó! Oh. Fatality. Fatality. Szerintem így az a tábla volt. Nem, hát láttad, te is volt fönn egy tábla. Ja, én a... jobb oldalát néztem. Jó. Ilyen bigyók. Our Lady of Peace and Good Voyage Parish. Valószínűleg egyet megnézek még. Ez eléggé északon van ez a nap. Tehát ez biztos akkor, hogy ez a déli féltekén van valahol. Akkor viszont Indonézia lesz. Új-Zéland nem lehet? Nem lehet, ugye? Nem. Ahhoz nem elég sivatagos. Jó, mondjuk Új-Zélandon is vannak. Tehát nézd meg ezt a vegetációt, tehát ez ki van zárva, hogy Új-Zéland legyen. Egyenlítő közel is simán lehet. Igen. Még van egy percünk, úgyis. Nézelődjünk egy kicsit. Újpos, Pagadian City. Ismerős a zene? Biztos vagyok benne, hogy ez az ország. Eléggé úgy is hangoznak ezek a nevek egyébként. Igen. Én azt mondom, legyen itt. Úgysem itt van, csak... Ó, a tájegységet eltaláltuk, bár igaz, hogy... Fülöp-szigetek volt. 2000 kilométer tévedtünk. Igen, a probléma ugye az, hogy... És az egyenlítő másik oldalán. Igen. Ugye ez azért lehet, mert a Földnek ugye van egy bizonyos dőlése, egyébként kezd elromlani a green screen-em. Szóval a Földnek van egy bizonyos dőlése, és ezért van olyan, hogy az északi területen is, ugye télen, ugye ettől a vonaltól kb. Délre, így van, hogy délen van a nap, van, hogy északon van a nap, szóval. Hát, egy kapjon egy hármast. És akkor next. Max C. Ó. Nagyon úgy néz ki. What? 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 Ezek Siri jellegűek, de én ezeket a betűket nem ismerem. Ami elég fura. Én inkább Törökország közelében mondanék valamit. Tehát én lehet még... a közelében, de szerintem nem török. De igazad van. De azok a hegyek. Ha találunk jurtát, akkor Mongólia, és akkor Ulánbátor. Mert ezt hogy látsz-e jurtát. A problémám az az, hogy engem még mindig nem győzött meg, bár legutóbb a Mongólia tippünk az eléggé hasonló. Maga ott a... egy jurta. Hol a jurta? Jobbra. Elmentél már ott, bent. És ez actually lakó jurta, mert ez egy óvodának néz ki. Jó, akkor menjünk tovább, ez még tényleg nem győzött meg engem sem. Lakótelep és jurta, tudom. Egy dolog, amiből következtetek, elmentünk egy ló mellett. Tehát egy rész, másrészt. Ez nagyon úgy néz ki, hogy Mongólia lesz. Másrészt, amilyen az útnak a kialakítása, igen. A minősége. Igen. Ez nagyon hasonlít arra, ami egy korábbi jogesző részben volt nekem. Igen. Én azt mondanám, hogy ez valahol Ulánbátor. Mert máshol nem... Amit lenne Mongóliában. De lesz se kicsi. Nem, hát, persze. Pontos találat nem fogunk tudni belőni. Nyilván, itt valami busz is jár. Azt a mindenit. Azért egy fővárosban. Ez így van, csak hogy itt nem látunk buszmegállókat. Nem azon az úton megyünk, amelyik. Jurta. Elég szürreális ez az egész.
És ott délfele megyünk nagyjából, és jövünk kifele a városból. De annyira jellegzetes egyébként. Hello, üdvözöllek! Hello. Éppen arra próbálunk rájönni, hogy ez vajon Mongólia-e, és valószínűleg igen. Igen, mert tök össze-vissza mutatja a nyilakat is. És kijöttünk szerintem nagyjából a városba, azért boldogabb lennék, ha tényleg találnánk egy várostáblát így a vége felé. Ó, te jó ég, még valami ez is van, egy folyó jellegű dolog. Szóval... Nem emlékszem, hogy folyón átmentünk volna. Nem, biztos, hogy nem mentünk át folyón. Na, itt van egy vasút. Itt van egy vasút. Nem, ez nem vasút. Ez egy vasút. Amin nem sok kereszteződés van. Milyen irányban megyünk most? Hát így nagyjából erre. Hogyha a vasút után el tudunk menni jobbra, és ott lesz egy folyó, már pedig el tudunk menni jobbra? Nem, nem tudunk elmenni jobbra. Miért nem tudunk elmenni jobbra? Nem. Én el akarok menni ide. Megnézni, hogy van-e folyó. Na akkor, ha igen, akkor megbizonyosodtunk róla. Tudom, így viszont kevésbé találjuk meg a város végét, mert valamennyire visszavezet. Van egy... benzintyúk. Na? Tehenek. 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 Tudunk hol még? Én egyelőre nem nagyon láttam nyomát folyónak. Ó! Na, ez egy kisváros volt. 100 kilométert tévedtünk. Ami nem olyan rossz egyébként. Én azt mondom, hogy ez egy 4-es. Nem, egyáltalán. Tehát így... Mi volt a város neve? Ezt láttuk pedig, ezt a szöveget. Én láttam. Én sem emlékszem. Legyen egy 4-es. Kapja meg más is. Bemelőm nincsen. Ez a... ezért. Ez a zene. Jaj, értem. Oh. Great Carrier. Jó. FedEx. Jó. Szerintem ez egyértelmű. Még az van ráírva, hogy great. Really great. Lincoln, Nebraska. Oh. Ami nem jelenti azt, hogy Nebraskában vagyunk. Ez Nevada. Jó lenne tudni. Hol van Nebraska? Aha! Szerintem keleti részen. Akkor miért nézem nyugatot? Megbizonyosodni róla, hogy nem ott van. Itt van Nebraska, Lincoln. Na, jó. Ez már egy jó... Ez egy tipp. Tipp? Jó lenne látni, hogy ez melyik út, amin kelet felé haladunk. Igen. Átjöttünk a túloldalra, ahol szintén nincs tábla. Én szeretnék inkább a másik oldalon maradni, mert így... Mert ha táblát találunk, akkor még látni is fogjuk. Tábla. Tábla, ez egy exit.
Newkirk. És a 300-as kijárat. Szóval kelet felé haladunk. És kellene egy... Nem írja, hogy hanyas lehajtó. De 279. 275. Nem, az az út. Nem? Nem. Vagy de? Nem tudom megmondani. 272. Erre? Nem, hát 279. 273. Igen. 272-re. És nekünk a 300-as kell. 353 ez már. 342. 338. 324. 318. 314. 312. Mi mondjuk Newkirköt előbb megtaláljuk egyébként. 300, itt van New Kisbolt. Jó. Kisbolt? Szóval itt haladunk, és erre fele. Ami azt jelenti, hogy nagyjából itt lehetünk. A 80-asom. Abba kell jönnünk. Igen, tehát most visszajöttem az elejére. Az a baj, hogy itt semmi nem csatlakozik fel rá, ugye? Mert az volt az első... Van 43 másodpercünk találni egy másik. Mondjuk azt, hogy itt voltunk. Az a baj, hogy nincsen mérték hozzá, hogy ez most így milyen nagyításnál van. Itt egy exit. Nagyon közel van a másik exit. Úgyhogy inkább itt vagyunk. Aha, megérkeztünk. Oké, okay, gas food. 291-es exit. Akkor a másik irányba voltunk. Nem is ezen az úton voltunk, haha. Mondjuk nem tudom, miről gondoltam. Aha, kurvero. Nekem úgy tűnt, hogy ez azé, hogy ez a highway. Meg a Nebraska, nem is Nebraska-ban voltunk, igen. Haha. Newkirk, hát igen, ezt kereshettük volna Nebraska-ban. Next. Vajon melyik országban lehetünk? Te miért vagy bal oldalon? Oké. Ez. N14-es út. Ausztrália vagy? Ausztrália. Vagy Dél-Afrika. Még Dél-Afrika is lehet, de az N az... Az Új-Zéland, bocsánat. Nem. Or is it? Nincsenek. A Dél-Afrikában, Lesothóban nem. Ez A. Na várján. A nap, az... Hát ebből döntsd el. És bal oldalon közlekednek, az biztos. Engem nagyon zavar a sárga útszél egyébként, továbbra is. De... Itt A van. Itt ennek vannak. Viszont ez a növényzet, ez nagyon nem gondolnám, hogy... Ez nagyon nem jellemző rá, de itt van az út, tehát... N14. Hát mindjárt meg lesz. N21. Kilógok kicsit a képből. N15, 13. Itt az N14.
Úgyhogy Uppingtont kellene megtalálni. Elég messze van. Te látsz itt Uppington? Nem tudom ilyen. Kamakasz. Pofarder. Letterkenny. Jó. Próbáljunk még megtanulni kicsit. Mármint a... A problémám az, hogy én egészen biztos vagyok abban, hogy ez Ausztrália. Uh-huh. De itt nincsenek ennes utak. Ha csak nem az északi... Nem, itt egészen mások vannak, itt ás utak vannak. Uh-huh. Itt a 15-ös út. Á. Ez BC. Tehát ezek nem... Ez nem ausztrál út. Viszont... Itt teljesen más útjelzések vannak. Lesothóban szintén teljesen más útjelzések vannak. Namibia, Botswana szintén ki van zárva. Egyetlen... Nem, mert ezek is teljesen más útjelzések. Hol vezetnek még bal oldalon? Tehát csak Írország lehet. Akármennyire nem így néz ki. Tehát ez elhiszem, hogy ez nagyon-nagyon nem így néz ki. Szinte biztos, hogy nem. Ez szinte biztos, hogy nem itt van. De akkor hol? A 48 másodpercünk kell dönteni. Jó, hát ez egy nagyon rossz találat lesz. Szerintem Írországon a legmesszebb az összes lehetséges találattól. Akkor berakom ide, hát most... Nincs egy ötletem, tényleg. Tényleg itt volt. Volt. Are you kidding me? Ó, itt... Ez hogy is van? A problémám az, hogy itt ilyen út nincs. Itt ilyen út nincs. És akkor se, ha rázumolok a végtelenségig, akkor se mondja, hogy ez az út, ez olyan lenne. Mm. Viszont akkor megjegyezhetjük, hogy tárdaszélű út, ez valószínűleg Európa. Igen. Vagy Ausztrália, mind a kettő igen. Teljesen jó volt egyébként. Csak a probléma az, hogy nem ilyen volt az útjelző tábla, amit adott. Két pontunk van, na. Mármint, hogy ezen. Jó. Ennek viszont az elválasztó vonala is sárgás. Igen. Tehát ez Amerika vagy Kanada például jó tipp. És én egyelőre Kanadámat. Csúrán. Csak nem a vegetáció miatt. Á, nem. Mondjuk maga a képminőség az viszont nem túl jó. Igen. Tehát ez meg inkább Amerikára enged következtetni. Mhm, bizony. Simán lehet sziklás hegység. Köszönöm szépen. Valami 143 vagy hasonló. Nem is tudnánk arra menni. Na. Megérkeztünk sötét, ám de egy fokkal talán jobb kamera vidékre. És ez egy 2017-es képek. Ezek tavalyi képek. Na, ez... Ezek is 17-esek. Ha minden igaz. Utolsó körünk. Tábla? Igen, láttam a táblát, ott van. Hát ez kiválóan látszódik.
Jó. Az biztos, hogy jobb oldalon közlekedünk. Hát igen. Kezd könnyezni a szemem már tőle, mert nagyon látja a szem, hogy itt nem így kellene látni. Talán. 144. Valami fort, valami csoda. Én szerintem ez sziklás hegység lesz. Észak-délen haladunk. Köszönöm szépen, hogy visszarántottál. Legalább egy útjelzőt látnánk, hogy mégis... Mégis mi történik itt? Aha. Lesz. Lesz már a kilométer per óra. Ez 55, akkor ez azért. Ha 55, akkor ez miles per hour. Igen. Nem olyan rossz tipp, Amerika. Jó, ez a támlától nem tudom, mit várok, úgyhogy vissza sem megyek. Jó. Fá-fá. Na? Springstead. Rock Springs. Már félig megvan. Nem látok nagy hegyeket egyébként. Amitől akár lehetne Dakota is. Hot Springs. Hogy nyilván az, hogy forrás, az sok mindennek a nevében benne lesz. Meg egy 40 másodpercet kell kibírni ezen a szörnyű térképen. És aztán ennyi volt a játék. Na nézzük. Hát ez se lett semmi jó nekünk. Spring... Figyó, akármi. Jó, szerintem... Hát még azért... Nem. Letettem már itt Wyomingba. Oké. Okay. Wisconsin. Nem, mi lesz? Wisconsin, de igen. Jaj, de jó, megnyitottuk véletlenül itt is. Hát igen, itt voltunk. Úgyhogy akkor köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, és lehet, hogy még este fogok egyet streamelni, meglátjuk, valószínűleg Isaac-et vagy hasonlót. Isaac? Na.